nagy-nagy hagyománya van annak, hogy az adventben ők próbál mindenki jót tenni. Vozár Péterné köszöntötte a külső Zsidi úti közösségi házban lévő családokat. Keszthely alpolgármestere elmondta, az ünnep közelettével mindenhol felértékelődik az adományozás fontossága, és nincs ez másképp Keszthelyen sem. Hozzátette, ilyenkor nem csak tárgyakat, csomagokat lehet adni embertársainknak, hanem szeretetet, jó szót, odafigyelést is. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy az advent üzenete az is, hogy Jézus megszületését minél tisztább lélekkel várjuk, ennek pedig egyik módja az adományozás. Országosan is hagyománya van, hiszen a különböző szeretetszolgálatok, az egyházak gyűjtenek adományokat, amelyeket ki is osztanak. Ahogyan szokásos, Keszthely városban is van ennek a csomagosztásnak hagyománya. Most ebben az időben megnövekedett nyilván a segélyezetteknek a száma, és mi Fidesz-KDNP képviselők azt gondoltuk, hogy egy havi tiszteletdíjunk felajánlásával segítünk a rászorulókon. A külső Zsidi úti közösségi ház udvarán azok a családok gyűltek össze, akik rendszeres látogatói az intézménynek. Számukra tartós élelmiszerekből álló csomagokat adott át Vozár Péterné. A közösségi ház a társadalmi hátrányok leküzdését szolgáló projekt részeként jött létre. A jelenlévők közül többen képzéseken vesznek részt, emellett pedig, amíg a járványhelyzet engedte, több közösségi programot is szerveztek. Az együttlét nagyon sokat jelent számukra, csak úgy, mint a szombaton átvett adomány. Figyelnek ránk, hogy összeszedik a nehéz sorsú embereket, akik rászorulok. És ez jól esik szerintem mindenkinek, és hálával tartozunk, hogy akármilyen segítséggel fordulunk az önkormányzathoz és az alpolgármester asszonyhoz, ő mindig mindenben próbál segíteni. Lehet, hogy nem azonnal, de megpróbál segíteni nekünk. A családoknak, az egyedülállóknak, a nehéz sorsú gyerekeknek, mindenbe. Almát kaptunk. A rászorulók nagy örömmel fogadták az adományt. A csomagokban olaj, liszt, rizs és tészta is volt, de a gyerekek számára csoki és szaloncukor is. A közösségi házban lévő karácsonyfa mellett lehetőség nyílt beszélgetésre, együttlétre is. Az önkormányzat összesen 170 csomagot vásárolt, ennek egy részét személyesen szállítják házhoz. A gyerekek a cipősdoboz akció keretein belül is kapnak ajándékot.